Terézvárosban minden évben nagyon készülünk a terézvárosi búcsúra, így van ez ebben az évben is kiemelt lesz az idei terézvárosi búcsi az Avila Jegyszent Teréz templom életében, hiszen 210. évét ünnepli maga a templom. Horváth Zoltán atya, plébános, kanonok, esperes a vendégem. Tisztelettel köszöntöm, atyám. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. A jubileumi év az valamire kötelez egyébként, vagy pedig saját maguknak belső indítatásból rendezik meg úgy az ünnepséget, hogy kicsit más legyen? Hát egy születésnap az mindig családi ünnep, azt gondolom elsősorban. Tehát nyilván azoknak az ünnepő, akik a Szent Teréz templomhoz tartoznak, vagy a Szent Teréz templomhoz kötődnek bármilyen módon. De természetesen ennek a városrésznek az ünnepe is, hiszen a templom épület megáldásának a 210. évfordulója ez az idei, 1809. december 4-én történt, és hát erre való felkészülés már a búcsú ünnepével megkezdődik, amely Szent Teréz napja, október 15-e. A búcsú ünnepe tulajdonképpen mindig a közeli vasárnap szoktuk ünnepelni, mert hát nyilván az emberek vasárnap tudnak jobban részt venni, mint ahogyan a városrész is a Szent Teréz nap közeli hétvégén tartja a Teréz búcsút itt az Ötvös utcában. Ilyen értelemben az idei esztendőben a felkészülésbe is egy kicsit jobban szeretnénk magát a közösséget is bevonni, és nem csupán vendégeket hívni, hanem az itt élők ünnepeljék a születésnapot. Ez úgy történik majd, hogy 11-én pénteken már készülve a búcsú ünnepére egy a különböző plébániai csoportok közül 5 csoport készül azzal, hogy az egyébként októberben a katolikus egyházban megszokott napi imádság, a rózsafűzér imádság, az mindig Jézus életének 5 eseményét dolgozza fel. Ehhez kapcsolódóan Szent Teréz gondolatai az életéből különböző epizódok, történetek fognak elhangzani, közben pedig az imádság. Erre 5 különböző csoportja, a házasok, bibliakör, egyedülállók hittanja, sokféle csoport készül, fiatalok, gyerekek egy-egy gondolattal erre az alkalomra, és aztán pedig egy lelkigyakorlatos beszédet fogunk meghallgatni, és így készülünk tulajdonképpen a búcsú ünnepére. Megállítom egy pillanatot csak azért, mert itt elhangzottak ezek a körök, amelyek tulajdonképpen társas körök, mégis ugye a hit az, amelyik összeköti őket. Hányféle vallási csoport, kör tartozik a plébánia körébe? Mert azt gondolom, hogy nagyon sokféle embert tudnak összehozni, hasonló gondolkodásokat, életkorúakat. Igen, hát egyrészt van egy életkor szerinti megosztás, ami jelenti ugye az iskolás gyerekektől kezdve a nyugdíjasokig, ugyanakkor pedig azon belül is van egyfajta megosztás, nyilván egyrészt életállapot szerint, tehát azok a fiatalok, akik még nem választottak párt, vagy nem kötöttek házasságot, aztán a házas körök, és aztán megint az idősebbeknél nyilván az egyedülállók, de azért a felnőtteknél is van ma már egy egyedülállók csoportja, akik nem kötöttek házasságot, vagy esetleg elváltak, vagy hasonló életállapotban élők. Tehát ilyenfajta megoszlás is van, illetve funkció szerint, tehát ez kicsit rosszul hangzik, de most nem jutott más eszembe, tehát, hogy valaki iskolában jár hittanra, ugye 3 iskolában tanítunk hittant, a plébánián készül első áldozásra, bérmálkozásra, vagy valamelyik szentség felvételére, vagy éppen házasságra. Aztán van olyan csoport, amelyik már inkább mondjuk klubszerű csoport, tehát asszonykör, férfikör, nyugdíjaskör, és vannak olyanok, amelyek ima csoportok, amelyek összegyűlnek egy héten egyszer, vagy 2 hetente, szentségimádás, a rózsafűzér, amit az előbb említettem, irgalmasság rózsafűzére, tehát Szent Mónikások, a gyermekeikért imádkozó édesanyák csoportja, tehát akik meg inkább egy imádságra gyűlnek össze.
Hát jelen pillanatban, most már szeptember végé van, elrendeződtek a különböző csoportok iskolában is. 47 féle csoport működik a plébánia keretei között, mondom az előbb említett felosztás szerint. Fantasztikus. Közösségi térré vált. Hála Istennek, ez így van. A templom, és ez egy nagyon jó dolog. És akkor térjünk vissza a búcsú előkészületeire. Tehát akkor ezek a körök, ezek a csoportok szintén az előkészületekben is részt vesznek. Az imádság erejéről szeretném, hogyha pár gondolatot mondana. Pontosan azért, mert nagyon sokszor az embernek tud segíteni az imádság, vagy csak egy fohász. Nem csak azok az imádságok, amelyeket megtanulunk, mert valaki megírta a szép versbe, vagy a gondolatait, hanem azok is imádságok, amelyeket saját magunk mondunk el. Avilai Szent Teréz éppen nagyon sokat foglalkozott az imádsággal, egyáltalában, hogy milyen legyen az imádság. Ezt a bizonyos előkészületet, ami egy imádság keretében lesz, ezt is az ő gondolataival fogjuk bevezetni éppen az imádságról, amely így kezdődik, hogy az imádság nem lehet más, mint egy bensőséges elbeszélgetés Istennel úgy, mint a legközvetlenebb, legszeretettebb barátommal, hozzám tartozóval, aki a legközelebb áll hozzám. Tehát az imádságnak az ereje pontosan abban van, hogy az én apró cseprő hétköznapi dolgaimat, de igazából életem legnagyobb horderei döntéseit is először mindig az Istennel beszélem meg. És amikor én ezeket gondolatban, vagy akár kimondott szavakban neki megfogalmazom, egyúttal elhiszem, hogy a lélek által maga az Isten engem megvilágosít és választ is ad arra, ami éppen nekem most fontos, vagy egy döntés előtt állva nekem ezben most valamit tennem kell. Elhiszem, hogy az Isten megszólítva, ő is megszólít engem. Így is szoktuk kezdeni az imádságot, hogy megkérjük az Istent, hogy most figyeljen ránk, illetve összeszedjük magunkat, más dolgokat kiiktatva, csak az Istenre figyelve, magunkat az Isten jelenlétébe helyezzük. Szép gondolat, remélem nagyon sok emberhez el fog jutni. És most tényleg megint visszatérünk a Terézvárosi búcsúra, a névadó, Avilai Nagy Szent Teréz. Fantasztikus, kiváló egyénisége volt a korának, kiemelkedő asszonya, illetve hölgye. Sok történet maradt fönt róla, többet meg is osztott a nézőkkel, már is gondolom a templomba is. Mi az, ami ebben az évben az ő tevékenységéből kiemelendő, most az imádságon kívül, amit erre a korra, a mi felénk, a mi napjainkra szóló üzenetként meg tudna velünk osztani? Ugye ő abban a korban élt, amelyik korban történik a reformáció. A reformáció Martin Luther részéről egy pozitív dologgal indul, hogy az egyházat megreformálni, azt a közösséget az akkori mai korhoz igazítani, és hogy annak a kornak valóban adni tudjon Krisztusból valamit. Ezért mondja azt, hogy helyezzük a középpontba a Szentírást, a Bibliát. Avilai Szent Teréz ebben a korban nem úgy gondolja, hogy akkor most itt egy ellenséget kell látnunk Lutherben, vagy ellenséget kell látnunk a reformátorokban, hanem pontosan azt éli meg, hogy nekünk saját magunkat kell először belülről megreformálni, és nem azt várni, hogy majd a körülöttünk lévő emberek fognak megváltozni, vagy a körülöttünk lévő körülmények fognak megváltozni. Én szeretnék jobbá lenni, én szeretnék tökéletesedni, én szeretnék Istenhez közelebb kerülni. Mert az mindig nagyon könnyű, hogy a környezetemben mindenki negatívumait felsorolom, és elmondom, hogy ki mit csinál rosszul. Ezt a legkönnyebb, de ezzel én egy tapottat nem léptem előre. Sőt, a másik rosszaságát kiemelve, még tulajdonképpen saját magamat is ezzel minősítem. Hanem én szeretnék megváltozni, én szeretnék valami pozitívat, értékeset, jót felmutatni. Hát Szent Teréz történeteiről volt szó, ugye az egyik ilyen történet egy város, ahová ő elment,
szintén kolostort alapítani, ugye 17-et alapított az akkori Spanyolország területén, és a város püspöke fogadta a főtéren, és azt gondolta a püspök, hogy majd jön ez a reformer, és majd őt kellőképpen negatíve fogja bemutatni az egész város előtt. És Szent Teréz ezzel szemben azt mondta a püspöknek, hogy téged az Isten küldött az egyház élére, és hogyha Krisztust adod nekünk, akkor mi nem tehetünk mást, mint hogy mindenben elfogadjuk azt, akit te nyújtasz nekünk. És erre a püspök letérdelt és megcsókolta Szent Teréz kezét. Tehát pont fordítva történt, mint abban a korban lenni szokott, hogy a püspöknek csókolják meg a püspöki gyűrűjét, amivel azt jelenti, hogy ő pásztora annak a közösségnek, hanem a püspök tette ezt Szent Terézzel, mert ő úgy akart megreformálódni, hogy önmagát, de ugyanakkor azt az egyházat, aki neki Krisztust adta, azt teljes mértékben elfogadva, és nem pedig teljesen fölforgatva szerette volna ezt a reformot. Azt hiszem, a mai napra tényleg van üzenete ennek a történetnek. Terézvárosi búcsú, ha már említette Luthert, akkor Luther Mártont, akkor ugye a búcsú céduláknak és a búcsúnak az értelmét is egy jó lenne, hogyha egy pár gondolatban elmondani, atyám, hogy ez ma hogy néz ki, hogy nézett ki annak idején. Indulgencia ugye az eredeti latin kifejezés, ami tulajdonképpen csupán annyit jelent, hogy az a szent, akinek a nevét viseli ez a templom, annak az ünnepén valaki oda elzarándokol, akkor megkéri az Istent, hogy a kegyelem által, a kegyelem az Istentől kapott lelki ajándék, amelyet az Isten szeretetből ad, és nem vár érte viszonzásul semmit, ezt megkaphassa annak a szentnek Istennél szerzett érdemei által. Hát ez kicsit bonyolultan hangzik, de Szent Teréz jó volt az imádságban, én elgyengültem az imádságban, elhanyagoltam az imádságot, azt kérem, hogy az Isten ezt bocsássa meg nekem, és Szent Teréz miatt adja meg nekem azt a kegyelmet, hogy én is jól tudjak imádkozni. Valaki ide elzarándokolt, akkor erről a zarándoklatáról nagyon sokszor az ember így van ezzel, valamilyen emléket szeretne hazavinni. És akkor ő kapott erről egy emléklapot, hogy ő elzarándokolt ide, itt Szent Teréz napján részt vett a búcsú ünnepén, és ezt hazavihette. Ez a búcsú cédula. De hogyha valaki azt szerette volna, hogy ezt ő neki egy pergamenre aranyfestékkel felírják, és iniciálét fessenek az elejére, akkor azért már fizetni kellett. Mert nem elégedett meg egy kézzel írt cédulával, hanem ő egy ilyen nagyon szép dokumentumot szeretett volna emlékül hazavinni. Ezért viszont fizetni kellett. És ebből alakul ki az, hogy már olyan is kapott ilyen dokumentumot, aki megfizette, aki ott se volt, el se ment, csak valakivel elhozatta magának, hogy ő bizonyíthassa, hogy ott volt. Tehát valami jó és értékes és szép indult el, mint hogy ez nagyon sokszor van az emberi életben, és abból egy ilyen dolog jött ki, ami valóban negatív, és ebben Luthernek igaza volt, csak félreértés volt az egész, mert a szép pergamen oklevélért kellett fizetni, nem pedig azért, hogy megkapta azokat a kegyelmeket, amelyeket kért, mert azt nem lehet megfizetni, azt nem lehet az Istennek kellőképpen megköszönni. A terézvárosi búcsúban körmenet is van, Isten tiszteletek is vannak, misék vannak, és az emberek nagyon sokan azért mennek el az ünnepi szentmisére, hogy búcsút nyerjenek. Utána a búcsú, utána a körmenet, után pedig természetesen, mint ahogy régen is volt, az emberek vigadni szoktak, és önfeledten ünneplik a megtisztulásukat. Milyenek lesznek a templomnak a programjai a búcsú időszakában?
13-ára és 15-ére tevődik. 13-a ugye a vasárnap. Vasárnap délelőtt 10 órakor lesz az ünnepi nagymise, amelyet egy Szent Teréz rajongó fog bemutatni. Márfi Gyula veszprémi érsekre gondolok, aki az idén lett nyugdíjas, és azt mondta, hogy most már boldogan megy bárhova, és Szent Teréz nagyon szereti, és éppen ezért hívtuk meg őt, hogy minket ő tanítson most az idén Szent Terézről. És egy másik vendégünk is lesz, egy fehérvári kórus, a saját kórusunkkal közösen Schubert G-dur miséjét fogják énekelni a mise megfelelő helyén, a megfelelő tételeket. Ez már megszokott, hogy Terézvárosban a zenének mindig nagy szerepe van a búcsún. A körmenet pedig azt szeretné, hogy abban a városrészben körbe visszük, azaz kivisszük az utcára, hogy a járókelők, az ott élők tudomást szerezzenek arról, hogy Szent Teréz kicsoda, és hogy ő ma is itt él eszmeiségében, gondolkodásmódjában, szentségében közöttünk. Itt pedig az énekeket a Bartók Konzervatórium fúvós zenekara fogja majd kísérni, hiszen azért az segít egy szabad térben való éneklésben egy nagyszerű fúvós zenekar. Így az iskolások is akkor ott lesznek ezen az alkalmon. Ezt követőleg pedig a templom és a plébánia között, ahogy ez már lenni szokott, egy vendéglátás lesz, amelyben vendégeket, illetve mindazokat, akik a búcsúra eljönnek, kis szeretett vendégségen együtt ünnepeljünk. És itt már kezdődik az örvendezés tulajdonképpen, mert hát valóban a búcsún való megtisztulása, kegyelmek elnyerésének az öröme az, amelyik vezet bennünket ebben a mulatságban, amit aztán a kerület folytat az ötvös tíz és környékén, ahogy ez már máskor is lenni szokott. 15-én, Szent Teréz napján, este 17:30-kor rózsafűzért imádkozunk, 6 órakor Szent Teréz vesperást éneklünk, az a Capella Teréziána, a templomunk kórusának a vezetésével, 18:30-kor pedig a Szentmise, amelyre meghívjuk a terézvárosi valamikori lelkipásztorokat, meghívjuk a belvárosi papokat, szerzeteseket, szerzetes nővéreket, és mindig a köztünk papok között éppen ebben a kerületben legfiatalabb fogja mondani a prédikációt. Úgyhogy így lesz a 15. este. Rengeteg programmal készül még az egyház, Nagy Szent Teréz templom is itt Terézvárosban az év folyamán, de erről majd legközelebb fogunk beszélni. Áldott búcsút kívánok önnek is, atyám, és minden kedves terézvárosinak. Reméljük, hogy a búcsúban nem csak a templomban, hanem az ötvös tíz előtt is 13-án, 14-én ott leszünk, és a választás időszakában békességgel a szívükben fognak elmenni a választási céduláikat leadva, utána akár a misére, akár a búcsúba. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen én is!